Csináljunk pizzát. Kell 1 kg liszt, lehetőleg pizzaliszt, kb. 6,5 dl langyos víz, egy borsónyi élesztő, egy teáskanál cukor, só, olívaolaj, mehet bele. Ha összegyúródott, akkor nedves ruhával letakarjuk, és hagyjuk egy kicsit pihenni. Kicsit pihent, úgyhogy most kigolyózzuk. Így kell őket hagyni, 4-6 órát pihenni, de ez meleg helyen lehet kevesebb is. Szerintem már eléggé megkeltek, úgyhogy jöhet a nyújtás. Jöhet rá a szósz, paradicsom és a sajt. Mehet a 250 fokos sütőbe. Elkészült, így néz ki, meg jöhet rá egy kis bazsalikon, olívaolaj, és jöhet a tészteszt. Na ez fullos.